Jó reggelt kívánok, hogy mindenkinek a rendkívüli testület ülésen. És előttem illetve az intézmények megjelent vezetőinek. A meghívóban három különböző pont szerepel. Én úgy látom, hogy a képviselőtestület határozatképes. És elteszem a kérdést, hogy a kiadott napjelenti pontok alapján haladhatunk, aki ezt támogatja, azt kérem kézzeltartásra jelentem. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont a civil, Műtelki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 2015. évi támogatásának megtárgyalása. Ez azért került vissza, mert a képviselőtestület azt mondta, hogy ebben az ügyben szeretne egy pontosítást kérni a Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesülettől. Így az előkeresztés azért csatoltuk a pályázatokat, amelyből nyilvánvalóan kívülünk több pénzt szerettek volna, hát ez a dolguk, hogy többet kérjenek, de a lehetőségét ez miért lenni? Én azt gondolom, hogy a civilekre fordítandó keretösszegben 135 ezer forintot tartalékot tettünk. Itt végigolvasva ezeket a célokat összességében támogatható, de azért azt gondolom, hogy egyet kellene ebből választani, vagy ki kellene egy olyan speciális célt választani, amely igazából nekünk is, illetve a Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesületek is jó. Itt korábban beszéltünk erről, egy akadálymentesítés lenne az, amit a civil centrum szeretne elvégezni. Eljött a civil centrumnak a vezetője is, esetleg ehhez kapcsolódóan a képviselőtestületnek valamilyen kérdésre a vezető irányába van-e kiegészítés, vagy bármilyen dolog, arra gondolom, hogy Ildikó akkor nagyon szívesen válaszolni fog. Amennyiben nincs, akkor én javaslom a képviselő testületnek, hogy amely pénzösszeg tartalékként volt megjelölve, az a 135 ezer, akkor azt erre a feladatra adjuk oda a Nyíltaleti Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület részére. Aki ezt támogatja, azt kérem kézbeltartásra jelentem. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy akkor egy hangon elfogadtuk, és odaadjuk a civil centrumra, a civil centrumnak ezt a pénzösszeget. A második napirendi pont, ami igazából indokolta ezt a rendkívüli testületet, az AMK egy támogatási kérelmet nyújtott be részünkre. Hosszas előkészítő munka előzte ezt meg, melynek következtében közkeletünk nevén a TAOS pénzeket fog tudni pályázni a diákszportegyesület. Ebben a munkában hagyd mondjam el, hogy ilyen érdekes az élet, régebben megkeresett minket Nyírpazony labdarúgó csapatának az egyik vezetője, és ugye itt döntés született arról, hogy a pályát bérbeadjuk neki. Ez az ember visszamenőleg egy olyan 4-5 évre folyamatosan Nyírpazony esetében foglalkozott ezekkel a TAOS pénzekkel, hogyan lehet ezt leigényelni, hogyan lehet ezeket elszámolni. Ezt nem csak megigényelte, megnyerte a pályázatokat, hanem évről évre ezt elszámolta, és ebben az évben az intézmény, illetve az ÉS elnökével összeálltak és készítettek egy konkrét programot, előkészítették a pályázatot, ugye ez eddig általában nem is történt, viszont én most látom a garanciát arra, hogy ennek az elszámolása is meg fog történni, ami ebben az esetben nem tudom, hogy legalább olyan fontos, mint egy pályázatot megnyerni, sőt a pályázatok esetében mindenképpen. Ehhez viszont szükség van önrész biztosítására, amelyet az önkormányzatnak kellene hozzátenni. Ez beadási határideje ennek április 30-a, úgyhogy teljesen időben vagyunk. Ezt tegnapi nap kaptuk meg, a mai nap folyamán
kerül. Én azt gondolom, hogy 3,2 millió forintot kell hozzátenni, amivel 12,7 millió forint képezhet, amit le van bontva, hogy utánpótlás, tárgyi és személy, a tárgyi eszközök és személy jellegű kiadásokra fordítható. És ami még nagyon fontos, én azt gondolom, én azt látom, hogy ennek a pontos elszámolása is megtörténik majd, amikor a pályázatok sikeres elbírálása kerül. Én támogathatónak tartom ezt, azt is javaslom a testületnek, hogy adjuk meg a lehetőséget a DSZ-nek, hogy forrásait bővítse ezáltal. Ezzel kapcsolatban a képviselő testületnek kérdés. Csak inkább a kíváncsiság, hogy a tárgyi eszköz beruházás, azt formatilag tudjuk el, hogy itt akar, és nem így pontosan csak, hogy igen, milyen irányban megy el. Én természetesen, hogyha a kéz meg lehet még szeretni, minden szempontból támogathatónak tartom. Igen, tudjuk, leadtak egy ilyen, nem pontos, mert ezt még lehet változtatni egy eszközlistát, amelyek olyan eszközöket tartalmaznak, amely a labdarúgók körülményeit tennék jobbá, illetve a pálya fenntartáshoz szükséges eszközöket, fűnyíró, locsoló és egyéb ilyen, tényleg azokat, amelyek pontosan oda valóak és pont ott használhatóak. De egyébként ennek az elszámolás, hogy tegnap volt elő egy ilyen beszélgetésünk, negyed évente monitoringozni kell, pontosan kell elszámolni. Tehát ezt nagyon-nagyon megszigorították, azért is van egy fülön mondva, mert ezeknél a tavasz pénzeknél most már százalékosan meg van határozva, hogy a pénzösszeg mely részét mire lehet. Tehát pontosan az is, hogy mennyi lehet ebből a képzési díj, mennyi lehet belőle a mezekre, illetve a felszerelésre fordított összeg, mennyi lehet akár, tehát minden utaztatásra teljesen le van szabályozva, és ennek alapján kell elszámolni. Akkor én tenném fel inkább a kérdést, igen. A pénzügyi tartalék terhére meg a 3,2 millió forint a költségvetésben, tehát ott maradt egy 4-5 millió euró, meg 900 előtt, amit te mondtál, Laci, a civil szervezeteknek, és akkor ez ott nagyon ez is lehet tartani, illetve van egy folyamatban lévő pályázatunk, ami a iskola területén műfűves pályaépítésre lett beadva. Ebben az esetben az MLSZ a vállalkozókat megversenyeztette, és ott született egy döntés, amit be is terveztünk a pénzügyi termünkbe, illetve ez még a tavaly évben született, 5,4 milliót kellett volna hozzátenni, ez el is van különítve. Olcsóbban fogják tudni ezt megcsinálni, ott is keletkezik egy kis tartalék, tehát így ennek a 3,2 milliónak a felvezetételre tudjuk telepedni mindenképpen. Egyelőre a tartalékot. Mindenképpen támogatás, különösségben tartom én is, nagyon fontos az utánpótlás terület. Hogy most ismered a másik kérdésület, a gondjai, az utánpótlással nem nagyon foglalkozott senki sem, tehát itt a ifjúsági semmi csapatoknak, vagy az iskolában levő, óvodában levő gyerekeknek a pozsiktorjonban bekapcsolása, tehát egy olyan szerepet kellene, úgyis, hogy kell lesz majd a DSI-nek elvallom, amit eddig korábban a másik egyesült csinált. És... Igen, annyival egészítem neki, hogy nem a serdülőt és nem a típusvágyakra vonatkozom, nem az a 7-11, tehát a pozsiktorban igazából erre irányul. Ez abból a szempontból szerencsés is, hogy az óvoda is ebben be tudnak kapcsolódni, illetve az alsós iskola épület mellett épül meg majd a működés pálya. Tehát az edzésnek a lehetősége az, ha úgy veszik, akkor intézményen belül marad. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a szülőknek, hogy a gyerekeket nem kell az iskola udvaron kívülre engedniük. Ez még egy pluszt jelenthet, és első körben ez a 7-9-11, és ez kerülhet majd bővítésre az U13-osok irányába, ahol már igazából azt mondom, hogy ezzel kell vele foglalkozni, és ha ez megvan, ez az alap megvan, és ez elkezdik kitermelni akár a tehetségeket, akkor lehet elgondolkodni majd a serdülőben, és az ifjúsági csapatba lehet beépíteni majd gyerekeket, de ez igazából tényleg csak a nagyon pici gyerekekre, az óvodásokra, alsósokra, és még a felsőben egy korosztályra vonatkozik. Ez valóban a